Varga és Horváth kiemelkedő teljesítménye kellett ahhoz, hogy a Kecskemét visszavágjon a Diósgyőri vereségért. Az OTP Bank Liga 19. fordulójában az előttünk álló DVTK volt az ellenfél a Széchenyi stadionban. Októberben 3-1-re nyertek a pirosfehérek, ám azóta sok minden történt a két csapat házatáján. Nyilván van egy játéktervünk. Ez a rövidebb időszak alatt ugye próbáltuk elemezni a DVTK játékát, de hogy az összeállítást látom, azért ők nagyon sok helyen változtattak. Ez nyilván fog majd újakat is hozni a mi véleményünk szerint, új elképzeléseket. Erre nyilván nem tudtunk így fölkészülni, de van videóelemzőnk, segítőjeim, és akkor majd az alapján gyorsan kell alkalmazkodni a labdarúgásban. Nagyon fontos véleményem szerint a jó alkalmazkodás, és egy egész más mérkőzésre számítok, mint Mezőkövesdén. Ott nagyon sok külföldi játékos van, de jó képességű külföldi játékosok. Mi azért örülünk, hogy magyar játékosokkal ugyanúgy fölvesszük a versenyt velük. Diósgyőrnek van egy nagyon erős identitása, és ez nem rólam szól. Ugye azt szokták mondani edzőként, hogy amíg nincs meccs, addig nagyon jó edzőnek lenni. Úgyhogy most vannak meccsek, de most is nagyon jó edzőnek lenni, főleg egy ilyen jó csapat élén. A lilafehérek kezdtek jobban, és az ellenfél tér felé járatták a labdát. A 10. percben mégis Popágyuk került helyzetbe, majd rá 2 percre Horváth iramodott meg, és futtából kilőtte a jobb alsó sarkot. A 20. percben Varga volt a főszereplő, a pozitív hős, Szabót és a csapatot mentette meg az öngoltól. A 38-ban ismét Varga védése kellett, mert Vankas akár egyenlíthetett volna. A szünet után a labdabirtoklási arány 60-40-ről 30-70-re változott. Az 50. percben Gera bombáját hatást tanította Varga, majd az 59-ben már ő is tehetetlen volt. Rá 1 percre tűzi játékot rendeztek a pirosfehérek, sőt Popágyuk betalált, de a VAR érvénytelenítette a találatot. A 71. percben Horváth Szűcs Horváth akció végén Bánhegyi kapus másodszor is felavatta csatárunk. Ez a gól meghozta a 3 pontot érő 2-1-es sikert. Az elején ugye be tudtam találni, hál' Istennek, utána kicsit ránk jöttek, de hál' Isten bírtuk a nyomást, és utána a végén tudtam még egyet rúgni, és utána már nem tudtak visszajönni. Örülök nagyon, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Igazából a Szuvó meg a Gabinak a kiesése, hát úgymond nagy hát, hiba volt nekünk, de hát, ahogy látod, próbálják jól helyettesíteni őket, és hát szerintem ez meg is látszik a csapat teljesítményén. Teljesen tudatos Szűcs visszagurítása. Ez egy nagy gólpassz, és nagy gól Horváttól.